keresik a megoldást. Érdemes a vállalkozásoknak a könyvelőkkel közösen megvizsgálni, hogy a kata után tevékenységükhöz melyik adózási forma a legkedvezőbb. Várják a jelentkezőket. 2200 határvadász toborzását tűzte célul a rendőrség, a kormány ugyanis döntött a határvadász ezred felállításáról. Csillagjáró, 4 részes, egész estés talk show sorozatot indított a Kölcsei Televízió. Szeptembertől 2 lépcsőben jelentősen változnak a kata szabályok. A legfontosabb módosítás az, hogy csak azok maradhatnak ebben a kedvező adózási formában, akik főállású egyéni vállalkozóként magánszemélyeknek szolgáltatnak. Mindenki más kiesik, és új formát kell választaniuk. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! Kvanc József adószakértő 35 perc című műsorunkban azt mondta, érdemes a vállalkozásoknak a könyvelőkkel közösen megvizsgálni, hogy tevékenységükhöz melyik adózási forma a legkedvezőbb. Készül az új frizura ebben az üzletben. A fodrászok maradhatnak a jövőben is katások. Ők főállású egyéni vállalkozóként magánszemélyeknek szolgáltatnak, így a továbbiakban is havi 50 ezer forint megfizetésével tudják adókötelezettségüket leróni. Mások viszont kiesnek ebből a körből. Az egyéni vállalkozóknak 2 adózási formát ajánlott 35 percig műsorunkban Kovács József adószakértő. 2 adózási formával találkozunk. Az egyik az úgynevezett klasszikus SZIA szerinti adózás, gyűjtik a bevételeket, vele szembeállítják a költségeket, és a kettő különbsége után leadózzák a személyi jövedelemadó szabálynak megfelelően. Aztán van egy másik forma, ezt pedig általány adózásnak hívják. Ez nem új keletű, ez már nagyon régóta megvan, csak valahogy a kata az háttérbe szorította. Valami oknál fogva azt mondták, hogy aki katázik, az mégis egyszerűbb, egy könnyebb nyilvántartást kell vezetnie, megfizeti az 50 ezer forintos általányadót, és akkor azért letudott ezzel mindent. És így az általányadó ennek megfelelően háttérbe szorult. Őnekik általányadózást is lehet választani. És itt kezdődik majd az első nagyon fontos lépés, hogy az általányadózásnál milyen formát válasszunk. Hogy ezen belül vizsgálni kell a tevékenység jellegét, így ennek megfelelően lehet majd az úgynevezett hagyományos általányadózás, ebben az esetben 40%-a a bevételnek automatikusan költség. Nem kell számlát csinálni. Nem kell, semmilyen számlát nem kell, és van egy adómentességi határ, ez 1 millió 200 ezer forint. Ez az 1 millió 200 ezer forintos adómentességi határ, ez a minimálbér, az éves minimálbérnek a fele, ezt le lehet majd vonni a kapott jövedelemből, és csak az ezután fennmaradó rész után kell személyi jövedelemadót fizetni. Aztán van egy másik kategória, 80%-a a bevételnek költség, és vannak a kereskedők, akiknek a 90%-a lesz majd költség, és ennek megfelelően 10% után fognak adózni. Nem csak egyéni vállalkozók, hanem társas vállalkozók is választhatták eddig a katát. Szeptembertől már nekik is másképp kell adózni. Aki betéti társaságként katázott, és még ráadásul bevételi nyilvántartást vezetett, annak ez a nyilvántartás augusztus 31-ével megszűnik. Ő vissza fog kerülni a számviteli törvény hatálya alá. Sajnos itt könyvvizsgáló kell majd, és könyvvizsgálónak kell a visszatérést auditálni. Tehát nekik lesz egy plusz teher. Szeptember 1-jel nekik mindenféleképpen döntést kell hozni, hogy akkor a jövőben hogyan adóznak. Én itt 2 adózási móddal találkozunk, vagy 2 adózási módot tudok a figyelmükbe ajánlani. Az egyik a társasági adó, az egy nagyon kedvező 9%-os egyszámjegyű adóról van szó. A bevétel költség különbsége az a jövedelem, és ennek a 9%-át kell majd befizetnie társasági adó címén. De van egy másik adó, amit felszeretnék mindenkinek hívni a figyelmébe, ez a KIVA. Ez a kisvállalati adó. Ez a KIVA, amely 16% volt, majd 15%, és ebben az évben már ez lement 10%-ra. Tehát vagy társasági adósok lesznek, vagy pedig kivások. Fontos tudni, hogy a változás nem automatikus, azt a vállalkozásoknak a könyvelőkön keresztül jelezni kell az adóhatóság felé. Augusztus 31-ig viszont minden érintett, még a kata szabályai szerint adózhat. Csütörtök este egy nő bejelentést tett a rendőrségen, hogy újfehértói otthonukban édesanyját eszméletlen állapotban találta, édesapját pedig érkezésekor még látta távozni autójával. A mentőszolgálat helyszínre érkező munkatársai már csak a nő halálának beálltát tudták megállapítani, ami vélhetően a testét ért több szúrás okozta sérülés miatt következett be.
A rendőrök az elvégzett helyszíni szemle adatai alapján megállapították, hogy a 48 éves nő bűncselekmény áldozata lett, ezért a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság emberölés büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntető eljárást. A szabolcsi nyomozók haladéktalanul megkezdték az adatgyűjtést, és a feltételezett elkövető a fér felkutatását, aminek eredményeképpen péntek hajnalban az Újfehér tóról Hajdúböszörménybe vezető út mellett elfogták a férfit. T. László, 51 éves újfehértói lakost emberölés büntet elkövetésének megalapozott gyanújával kihallgatták, őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatása indítványozására. A gyanúsított a terhére rót bűncselekmény elkövetését beismerte és elmondta, hogy a feleségével válófélben voltak, több konfliktus volt közöttük, ezúttal is összeszólalkoztak, és a vita hevében egy konyhai késsel több esetben megszúrta őt. 2200 határvadász toborzását tűzte célul a rendőrség, a kormány ugyanis döntött a határvadász ezred felállításáról, amely Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét is érinti. A jelentkezők egy 4 hetes képzést követően 3 vagy akár 6 éves szolgálati időszakot tölthetnek Beregsurány, Csenger, valamint Záhony határrendészeti kirendeltségein. Kisfilm mutatja be a déli határszakasz jelenlegi állapotát. Mivel a szerb-magyar, illetve a magyar-szerb-román hármas határ térségében folyamatosan emelkedik a jogellenesen belépők vagy azt megkísérlők száma, a kormány döntött a szerződéses határvadász jogviszony létrehozásáról és a rendőrség határvadász ezredének felállításáról. Az első ütemben összesen 2200 fő szerződéses határvadász szolgálatba állítása a cél, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei mellett a Bács-Kiskun megyei, a Békés megyei, a Csongrád-Csanád megyei, valamint a Hajdú-Bihar megyei határvadász századok állományába. A rendőrség 18. életévüket betöltöttek, de még az 55. életévét be nem töltött jelentkezők jelentkezését várják. Mindenképpen fontos megemlíteni, hogy büntetlen előélet szükséges hozzá, illetve magyar állampolgárnak kell lennie. Valamint meg kell felelniük 3 különböző eljárási renden, ez a fizikai alkalmassági, a pszichológia, illetve az orvosi alkalmassági eljárás. Sikeres felvétel esetén a jelentkezőknek már a képzés megkezdésétől kezdve jár az alapilletmény, és ez a későbbiekben további szolgálati, idegen nyelvtudási, valamint éjszakai pótlékokkal, illetve kafetéria juttatásokkal egészülhet ki. Önmagában a képzésünk az 4 hét lesz összesen, tehát ez egy 160 órás képzési forma lesz, amelynek a végén szakmai elméleti, illetve szakmai gyakorlati vizsgát kell tenni minden egyes leendő szerződéses határvadászunknak. Képzés befejeztével pedig ugye Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének 3 különböző határrendészeti kirendeltségén teljesítetnek majd szolgálatot, ugye Csenger, Beregsurány, illetve Záhony határrendészeti kirendeltségen, illetve ezek határterületein a hozzá tartozó határszakaszon teljesítetnek szolgálatot. A sikeres képzés után a határvadászok 3 év időtartamú határozott idejű szerződéssel állhatnak szolgálatba, amely egy alkalommal további 3 évre meghosszabbítható. A határvadászok feladata napi 12 órás szolgálatban az illegális belépési kísérletek megakadályozása, az illegálisan belépett személyek feltartóztatása és az ideiglenes biztonsági határzáron történő átkísérése lesz. A személyes érdeklődés mellett postai és elektronikus úton is lehet jelentkezni, amelynek további részleteiről a rendőrség honlapján is tájékozódhatnak az érdeklődők. A nagy hőség és a rendkívüli asszály miatt az idei évben korábban fejeződött be a kalászosok betakarítása, a szántóföldi növények hozamai elmaradnak a sokévi átlagtól, őszi búzából 3,9 millió tonnát, őszi árpából 1,4 millió tonnát, repcéből pedig 450 ezer tonnát takarítottak be, tájékoztatott az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára. A rendkívüli időjárás okozta károkat, a mezőgazdaságban egyre komolyabb helyzetet teremtenek az országban. Az államtitkár szerint Európa területének közel felén szenvednek a gazdálkodók a csapadék hiányától. Hazánkban július közepére az ország területének döntő többségén súlyos vagy nagyfokú aszály alakult ki. A kárenyhítési rendszerben bejelentett aszálykárral sújtott szántóföldi területek nagysága a becslések szerint elérheti az 1 millió hektárt, és súlyos veszélyben van az idei kukorica és napraforgó termés.
A kormány asszály veszélyhelyzeti operatív törzset hoz létre a történelmi léptékű asszály helyzet következményeinek kezelésére, emlékeztetett Feldman Zsolt. A megye négy városának színház termeibe várta a nézőket a Kölcsei Televízió az elmúlt napokban. Csillagjáró címmel indított televíziunk egy négy részes, egész estés talk show sorozatot, amelyben a térségből elszármazott, vagy a mai napig itt élő, de országos karriert befutott színészeket, zenészeket, írókat, vagy akár youtubereket láttunk vendégül. Már az utómunkálatai zajlanak a Csillagjárónak. Ezek a képek Kisvárdán, Tiszavasváriban, Mátészalkán és Vásárosnaményban készültek. A helyi színháztermekbe költözött stábunk, hogy ottani közönség előtt rögzítsük a legújabb nagyszabású műsorunkat. Hamarosan a televízió nézők is láthatják mindazokat a beszélgetéseket és produkciókat, amit a felvételen a résztvevők. A Kölcsei Televízió életében nem egy újdonság volt az, hogy egy ekkora produkciót készít a csatorna, hiszen a korábbi években volt már tapasztalata, de annak a stábnak, akik most itt dolgoznak, ez egy igazán nagy feladat volt, egy nagy falat is volt, de megugrottuk ezt a lécet. A helyi televíziók nem igen szoktak ilyen műsorokat gyártani. A napi munkán túl ez egy óriási erőfeszítés, rendkívül jól sikerültek a felvételek egyébként, ezt a nézők is hamarosan láthatják majd. Óriási csapat munka volt, és hát rengeteg előkészületet igényel egy ilyen produkció, de úgy gondolom, és remélem majd a nézők is igazolják ezt a gondolatomat, hogy igazán jól sikerültek ezek a beszélgetések. A beszélgetésekből az apró titkokon kívül az is kiderült, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egy olyan hely, ahol jó élni, ahol jó felnőni, ami olyan munícióval látja el az embert, hogy karriert építhet belőle, és a későbbiekben is szívesen gondol a szülőföldjére. Többek között Eszenyi Enikő, Luther Imre, Szirota Jennifer, Bárány Kristóf a Four for Dance-ből, vagy éppen DJ Szatmári és Szakos Andi is vendégeink voltak. A Kölcsei Televízió vadonatúj talkshowjából, a Csillagjáróból hamarosan kiderül, hogy Ragány Misa az ekkora töltött káposztát szereti, és Szűcs Kriszta nem csak színésznő, de kiváló paradicsom termesztő is. Nagy Viktória, az ország egyik legismertebb látvány és díszlettervezője már is venni a repülőjegyet Milánóba, hogy ott a Scalában tervezzen díszletet, és megtudhatják azt is, hogy Nagy Sanyi, aki egyébként a kisvárdaiak szerint a mi Sanyink, nagyon szeret porszívózni, és egy időben kiválóan rotációs kapázott is. A műsorokat a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat itthon együtt közösen Szabolcs-Szatmár-Beregben című pályázatának keretében készítettük. A most elkészült négy részt a terveik szerint jövőre további részek követnek. Emellett készül augusztusban egy 20 megyei település részvételével zajló, hagyományőrző tréfás vetélkedő, ahol megyei kis települések mérhetik össze tudásokat ügyességi és műveltségi versenyszámokban is. A Tiszadobi Andrássy kastély ad otthont idén az Országos Vadásznapnak. Az eseményre több száz vadász és vadgazdálkodási szakértő látogat el az ország számos pontjáról. Augusztus 26-án pénteken szakmai konferenciával kezdődik a rendezvény, a szombati napon pedig koncertekkel, főzőversennyel, íjász és vadászkutya bemutatóval várják a látogatókat. Bár most nagy a csend, augusztus utolsó hétvégéjén megtelik élettel Tiszadobon az Andrássy kastély és az ahhoz tartozó 8,5 hektáros park. Az Országos Magyar Vadászkamara idén a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetére bízta az Országos Vadásznap megrendezését. A választás nem csak a festői környezet miatt esett Tiszadobra, hanem azért is, mert az Andrássy családhoz köthető a dámszarvasok betelepítése a térségbe. Augusztus 27-én pénteken a vadászatról és a vadgazdálkodásról szóló szakmai konferenciával veszi kezdetét az országos esemény. 6 olyan témában, mely napjainkban a vadászatot érinti és aktuális, lesz egy-egy fél órás előadás. Hát ízelítőképpen nyilván az afrikai sertéspest is még mindig aktuális, erről lesz szó. Az ólomsörét és az acélsörét használata, ugye ez a szakmát érinti, ez kevésbé ismert a laikusok körében. De a vizes élőhely és a víz kérdésköré mindenki számára ismerős, tehát ezzel találkozunk mindenki, vadászoknak is ez problémát jelent, illetve néhány olyan belső szakmai kérdésben, eszközhasználatban, pályázatokban, ami abszolút szakmai, lesznek az előadások. A szombati lesz az Országos Vadásznap látványosabb napja, főzőverseny, íjászat, vadászkutya bemutató és kiállítás is színesíti a programot.
Ez a közönségnap, ami gyakorlatilag számos színpadi produkcióból, nyilván kötelező megnyitó és egyéb protokollás rendezvényen túl, számos előadóval, kulturális programokkal, vadászati, vadászkutyás programokkal, illetve olyan egyéb szórakoztató dolgokkal, íjászat, sojmászat, agarászat, szabjavívó bemutató, illetve vadászkutyafajta bemutató, vadászkutyaverseny, főzőverseny, tehát számos olyan program lesz, amire érdemes kijönni annak is, aki nem vadászik, illetve bár még a kastély nincsen hivatalosan megnyitva, erre a napra berendezzük egy vadászati kiállítással, és arra a napra megnyitja a kapuit a látogatók előtt, tehát aki szeretné ezt a kastélyt még a hivatalos átadás megnyitás előtt is látni, az mindenképpen érdemes, hogy kijöjjön. A Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete 1997-es fennállása óta először rendezheti meg az országos eseményt. Kettős győzelemmel jutott az Európa Konferencia Liga selejtező harmadik körébe a kisvárdai futballcsapat. Török László együttese a hazai visszavágón Mesanovics góljával 1-0-ra legyőzte a kazak Karjat Almati együttesét. A kisvárda a következő körben a norvég Molde FK csapatával játszik. Az első mérkőzés jövő csütörtökön lesz Norvégiában, a visszavágót pedig augusztus 11-én rendezik a Várkerti stadionban. A hétvégén rajtol a bajnokság a labdarúgó MB3 keleti csoportban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét két csapat képviseli a 20 együttes számláló mezőnyben. A nyitó fordulóban a Kisvárda második csapata, szombaton az Egert fogadja, a Sényő pedig vasárnap hazai környezetben a Putnok ellen lép pályára. 6 hetes felkészülést követően vág neki a szezonnak a sényői futballcsapat. A keret némileg átalakult, több játékos távozott, és 7 új labdarúgó csatlakozott a továbbra is az Imrő László Fiumei Viktor által irányított együtteshez. Az igazolásoknál figyelni kellett az úgynevezett fiatal szabályra is, amely szerint egy 2004-es születésű játékosnak végig pályán kell lennie a meccseken. A játékos mozgásról annyit, hogy valóban voltak ugye azért tényleg szép számmal érkezők, távozók, de a mag, aki régóta alkotja ezt a csapatot, az ugyanígy együtt van, valamint olyan játékosok is visszatértek, ugye, akik már fociztak Sényén, úgyhogy számukra nem ismeretlen ez a közeg, és ők, hozzájuk is ugye bátran tudunk nyúlni. A fiatal szabály ugye az úgy gondolom, hogy minden csapatnak nehézséget és fejtörést okozott. Megpróbáltuk mi is, ugye akár házon belül is vannak fiatalok, akik velünk edzettek, meg nálunk is maradt ugye a Nagy Zoli. Akkor érkeztek ugye a Nyíregyházáról játékosok, meg még máshonnan is, hát megpróbáltuk őket. Ugye ez volt az egyik legnehezebb feladat, hogy ez alatt a 6 hét alatt valahogy beépíteni őket, és ugye olyan erőállapotba kerüljenek, amit megigényel ez az osztály. Nem csak a sényői csapat, az NB3 keleti csoport mezőnye is átalakult. A Kőrös Ladány, a Pénzügyőr, a Karcag, a 60, a BVSC és a Vasas 2 is újoncnak számít keleten. A 20 csapat között 5 NB1-es, illetve NB2-es csapat második együttese is szerepel. Mi most kezdjük ugye az 5. évünket. Én így akár látatlanban is kimerem jelenteni, hogy szerintem ez lesz a legerősebb év, így a csapatokat nézem. Nem tudnék most mondani olyan csapatot, aki ebből a 20 fős mezőnyből kilógna. Ugye ide került 4 pesti csapat is, Pest környéki csapatok is, csak jó csapatok alkotják, úgyhogy ez egy nagyon nehéz bajnokság lesz. A Sényű vasárnap 17:30-as kezdettel hazai pályán a Putnok ellen kezdi bajnoki szereplését. A Putnok ellen van egy kis törleszteni valónk, mert pont az előző bajnokság vége fele játszottunk velük itthon, az a mérkőzés nem igazán úgy sikerült, ahogy szeretnénk, úgyhogy még ott elég friss az élmény, szeretnénk mindenképpen visszavágni, valamint ugye tényleg nagyon fontos a jó rajt, most ez hatványozottan is igaz, mert nagyon erőltetett menet lesz az augusztus, ugye rögtön egyébként már szerdán is lesz egy forduló, megyünk Karcagra, utána kupamérkőzés következik, lesz azt mondja, hogy 3 szerdai forduló, 2 kupamérkőzés, úgyhogy nagyon sűrű lesz a program augusztusban, ha nem jól kapjuk el az elején a fonalat, akkor könnyen be lehet ragadni. Az első forduló további párosítása a következő, Kisvárda 2 Eger, DVTK 2 BKV előre, Vasas 2 Jászberény, DVSC 2 Kőrösladány, Békés Csaba 2 BVSC Zugló, Tiszafüred Karcag, Füzesgyarmat Deac, 60 Hajdúszoboszló és Tiszaújváros Pénzügyőr. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban.
Szeptembertől két lépcsőben jelentősen változnak a kataszabályok. A legfontosabb módosítás az, hogy csak azok maradhatnak ebben a kedvező adózási formában, akik főállású egyéni vállalkozóként magánszemélyeknek szolgáltatnak. Mindenki más kiesik és új formát kell választaniuk. Kvanc József adó szakértő 35 perc című műsorunkban azt mondta, érdemes a vállalkozásoknak a könyvelőkkel közösen megvizsgálni, hogy tevékenységükhöz melyik adózási forma a legkedvezőbb. 2200 határvadász toborzását tűzte célul a rendőrség, a kormány ugyanis döntött a határvadász ezred felállításáról, amely Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét is érinti. A jelentkezők egy 4 hetes képzést követően 3 vagy akár 6 éves szolgálati időszakot tölthetnek Bereg, Surány, Csenger, valamint Záhony határrendészeti kirendeltségein. A megye 4 városának színház termeibe várta a nézőket a Kölcsei Televízió az elmúlt napokban. Csillagjáró címmel indított televíziónk egy 4 részes egész estés talk show sorozatot, amelyben a térségből elszármazott, vagy a mai napig itt élő, de országos karriert befutott színészeket, zenészeket, írókat, vagy akár youtubereket láttunk vendégül. Július 29-én pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, szombaton heti hírösszefoglalóval, hétfőn pedig már a legfrissebb hírekkel várjuk majd Önöket. Megköszönöm egész heti figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét, viszontlátásra! Szombaton hidegfront hoz az ország nagyobb részére számottevő mennyiségű csapadékot, az ivatarokat jégeső is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 31 fok között alakul. Vasárnap a keleti területeken zárt lesz a felhőzet és többfelé lesz eső, zápor, néhol zivatar. A hőmérséklet csúcsértéke 20 és 23 fok közé várható.